Boldog pillanat, mikor ketten ismerkedtünk meg a hold fény alatt. Az az érzés örökre ott maradt, a szép futó után velünk együtt haladt. De te dobtál a szeretetted magad mögött, elszállt a szívemben egy hely maradt, de késtél, mégis megvárt. Tudod, dolgok múlnak, kérlek, légy elszállt, ne kopogtass meg az ajtón, már réges-régen bezárt. A 8. pont karaoke verseny győztese Kurt Szandi az utóbbi időben saját bevallása szerint picit hanyagolta az éneklést, most azonban párjával összehozott egy közös dalt, amiből már klippet is forgattak. Örömmel meséltek arról, hogyan ismerkedtek meg, s mit szerettek meg egymásban. Nagyjából másfél éve ismerkedtünk meg. Én láttam őt énekelni még az énekiskolájában, Facebookon írtam rá, még nagyon kicsik voltunk. Aztán arra nem nagyon kaptam választ, meg úgy beszélgettünk is, meg nem is. Aztán elkerültem Jánossal már a iskolában, megismertem a Soltvadkerti, ő lett egy Soltvadkerti osztálytársam, ő beszélt vagy mesélt a Szandiról, hogy ismeri, meg hogy mióta beszélgettünk-e már, meg ilyenek, és akkor mondtam, hogy igen. Hát mondom, ráírok, aztán jó sikerült végül is. És a te szemszögedből hogy nézett ki ez a történet? Jaj, hát én úgy készülöttem arra a napra, hogy ezt el sem tudom mondani, hogy göndörítsük be a hajamat, de úgy nézem ki, mintha csak természetes lenne. Aztán igazából, hát én végigizgultam az egész napot, aztán elterveztem, hogy vaj, miket csinálunk, beleszakadt az ég, úgyhogy igazából semmi nem lett belőle, de lehet, hogy ez kellett ahhoz, hogy most itt legyünk. Egyetlen egy levelet az ajtod előtt hagytam, abban is minden benne van, csak kicsit halkan. Olvasd el és érezd ezt az ütemet, mert neked ez egy fájó, de mégis szép üzenet. Szövegem neked szól, nézzél vissza, éppen feléd megyek, tekinteted tiszta. Kezem kezedben tudod, mint régen, mi együtt nem csúszhatunk el a hégen. Lehet, hogy voltak az életben hibáim, Isten meghallgatta az imáim. Ott vagy a van egy képen, de nekem már mindentől vége. Ez egy sztori, kitaláltam igazából. Elképzeltem két emberkét, és akkor úgy írtam meg ezt. Úgy sose írok olyan, tehát olyat, ami belőlem jön, vagy magamra utal, mert jó, persze kell egy lélek állapot, hogy az ember bírjon írni, de hát szerintem ez egy nem egy túl bonyolult szöveg volt. Ez egy kis egyszerű szövegkezdésnek pont jó szerintem. Igazából itt az előadásmód volt a fontos számomra, meg így az egész egybe. Tehát nem csak a szövegre ment rá hangsúly. Elmentünk a stúdióba, és igazából ő énekelni nem tud, vagyis hát valamilyen szinten tud, de mégis ugye a rappel hozzá közelebb. És elmentünk a stúdióba, és olyan hibákat vétettem, amiket én észre se vettem, hogy a magányos helyett magályost mondtam, és ő folyamatosan ugye javítgatott, de én konkrétan észre se vettem, úgyhogy ezen a téren igazából szinte még ő segített többet nekem, de abszolút én is beleszóltam, hogy igazából hogy szeretnék kinézni a klipbe, meg hogy azért a refrént mondjuk azt, hogy éneklem, azt ugye én találtam ki, de... Magát a dallamát, ugye? De egyébként úgymond jött magától minden szerintem. Tudod, dolgok múlnak, kérlek, légy elszánt, ne kopogtass meg az ajtón, már réges-régen bezárt. Tőled kérem, hogy kicsit gondolkodj el azon, hogy milyen boldog voltál-e azon a napon. A szerelmes pár azt mondja, életük egyik legjobb döntése volt, hogy belevágtak a klipforgatásba, hisz csupa pozitív élményt szereztek a videó rögzítése során. Azt mondta a Matuz Ádám, aki forgatta a klipet, ami jön belőlünk, ahogy gondoljuk, volt sok vágókép, hát a helyszínen belül három helyen is voltunk, mind a háromszor előadtuk, aztán ez lett a végeredmény. De szerintem pozitív teljesen. Felhívtam a Matuszt előtte való nap, vagy két nappal azelőtt, és megkérdeztem, hogy mondom valami. Ja, semmi, mondja, az úgy nem mondja, ami tervezem, az sose jó, mondja majd ott.
kiszálltak az autóból, nem is köszöntek még nagyon semmi, már nézték, hogy mit lehetne. És aztán igazából szerintem ez lett az egészben a legjobb. De mondjuk azt tudtátok előre, hogy szeretnétek egy füstös jelenetet, nem. Vagy... Nem, azt mi is ott tudtuk meg, hogy lesz igazából füstös jelenet, a... hogy ők elővették konkrétan a füstöket, milyen színű, én nagyon kész én voltam. Ezt a klipet úgy vagy álmodtam meg még annó, hogyha lesz egyszer, hogy én azt a havas táj, havas erdő, a bükket céloztam meg, vagy a bükköt. Azért akartam a Lilla Füredet is, ugye ott Miskolc környéke, hogy mondom, akkor ott van a bükk is, nem messze, vagy hát végig ugye ott terül el, de az nem jött össze, de itt is maradt egy kis hó, meg volt fa is, úgyhogy... Ja, meg piros tűzba, ami neki összejött, nekem nem, mert én utána már bőrkabátba képzeltem, elmondom. Egyetlen egy levelet az ajtod előtt hagytam, abban is minden benne van, csak kicsit halkan. Olvasd el és érezd ezt az ütemet, mert neked ez egy fájó, de mégis szép üzenet. A klipet alig pár nap alatt már közel 20 000-en megnézték, a visszajelzések többsége pozitív volt. Nagyon-nagyon jó volt igazából elsőnek megnézni, én konkrétan majdnem elsírtam magam, annyira örültem. Mert ugye már láttunk előtte ilyen vágóképeket, és az is nagyon jó volt, de így kompletten az egész összevágva, és gyönyörű. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Megosztottátok azóta az interneten, és a klipet milyen visszajelzések jöttek a nézőktől? Csak jó. 99,8%-ban jó, de a maradék 0,02 az... Hát volt egy olyan, hogy ez nem lesz nagy sláger, volt egy olyan, hogy Mr. Vasztakoppintás, ami... De nem értek egyet teljesen, mi szövegileg sehogy se, kinézetre abszolút nem. Meg volt még egy negatívum, tehát egy kritikus írta mi zenénkhez, egy egész regényt. Tehát abba 99%-ig jó volt, viszont volt negatív dolog is, tehát odafigyelt a szövegre is. Tehát azt is kielemezte, és ott volt egy-két dolog, amivel ő nem értett egyet, de az ő... Tehát én is, tehát aláírom azt, amit írt. De hát ez megépítő kritika, úgyhogy ezt meg köszönjük szépen neki. Tehát én már eleve azt vettem itt alapul, hogy aki veszi a fáradtságot ahhoz, hogy egy regényt ír egy úgymond újoncnak a videója alá, tehát az már nem negatív dologból teszi ezt, hanem valószínűleg pozitív. Az első dal és klip úgy néz ki, az alkotóknak és a nézőknek, hallgatóknak is egyaránt bejött. Szandi és Andor bíznak abban, hogy innentől már nincs megállás, jöhetnek az újabb és újabb projektek.